Itt vagyunk az Aranykígyó patikában, Kántor Antillával beszélgetünk arról, hogy jelenleg mi a helyzet itt a patikában, rendelet hátán, milyen változások léptek életbe az elmúlt időszakban itt az intézményben. Hát közel 9 hete megy ez a koronavírusos történet, ugye az egészségügyi vészhelyzet kapcsán ez a komolyan érintette a gyógyszertárakat is. Első lépésben meg kellett oldanunk azt, hogy hogyan védekezzünk, hogy alakítsuk ki a gyógyszertáraknak, nem csak amelyeknek, hanem az összes gyógyszertárnak a szolgálati rendjét. Első lépés volt az, hogy annyi ember jöhetett be a gyógyszertárba, ahány kiadóhelyiségünk van. Talán ez ment egy másfél hétig, aztán most már 9 hete ablakon keresztül dolgozunk. A gyógyszertáraknak közel a fele ezt az utat választotta, mivel így lehetett biztonságosan megoldani azt, hogy ne érintkezzünk senkivel, el tudjuk magunkat különíteni. Az, hogy rendelet hátán jelent meg, ez be teljesen igaza van, nehéz volt követni nekünk is. Ezek közül nagyon sok érintette a gyógyszerfelírást, a gyógyszerrendelési dolgokat. Nagyon sok olyan volt, amit a lakosság nem érzett, de mi éreztük, mert a gyógyszerbeszerzéseket nehezítette meg, illetve próbált igazságosabbá tenni, úgyhogy ezekkel nagyon sokat küzdöttünk. Nehéz időszak volt, most már talán egy kicsit egyszerűbb a helyzet, mivel talán normalizálódott minden. Beálltunk egy megfelelő menetre, mind a betegellátás szempontjából, mint pedig a gyógyszerbeszerzések szempontjából. Most azt várjuk, hogy mikor fogjuk tudni meglépni azt a következő lépést, hogy a gyógyszertárat kinyitjuk. Úgy gondolom, hogy az egészségi vészhelyzetnek a lecsengése után szerintem ezt a jövő héten meg fogjuk tudni tenni, ugyanabban a lépésben, hogy annyi beteg fog bejönni, ahány kiadóhelyiségünk van. Véleményem szerint ez viszont hosszabb ideig fönn fog állni, mert így fogjuk tudni azt a biztonságos távolságot betartatni az emberek között, ami ilyenkor az egyik alapfeltétel lesz a védekezésnek. Ugye erről szóltak kezdetben a hírek, hogy az emberek megrohamozták a patikákat. Vannak-e hiánytermékek most jelenleg? Nincs több hiánycikkünk, mint ami eleinte volt, akkor inkább az elosztással volt probléma és baj. Akkor elhangzott egy olyan felhívás szakemberek részéről is, és itt az ország vezetésére, a minisztériumra gondolok, hogy mindenki próbáljon meg akár 2-3 hónapnyi gyógyszert felhalmozni otthon, hogy ha akár ennyi ideig is nem kell kimenni vagy kimozdulni, akkor legyen mit, milyen gyógyszereket beszedni. Ez ebből a szempontból érintett váratlanul mindenkit, hogy ez az influenza járvány lecsengésekor, a koronavírus járvány elindulásakor volt, amikor amúgy is mindenki pánikszerűen kezdett felvásárlásba, és ekkor valóban egy csomó gyógyszer eltűnt. Ezt azóta sikerült helyrehozni, most már visszaálltunk a normális rendre, gyakorlatilag a gyógyszereknek a 90%-a elérhető, és a 100%-a szinte helyettesíthető. A betegeknek mennyire sikerült alkalmazkodni az új rendszerhez, hogy felhőből kell lehívni a receptet, hogy elég felhívni mondjuk a házi orvost és megkérdezni, hogy mi a probléma, ugyanakkor itt a patikában pedig sorba kell állni? Hát ez több kérdés is. Szerintem egyébként ahhoz képest jól tudták a helyzethez alkalmazkodni, rosszabbat vártunk. Egyetlen egy probléma volt, hogy azt az egyet nem tudatosították a betegekben, hogy igaz, hogy a gyógyszert azt telefonon meg tudják rendelni, de utána a tajszámot azt el kell hozni. Név, vagy nem megbántva senki sem az, hogy Kovács Jánosné, Nagy Istvánné, ezt ugye GDPR szabályok szerint mi nem tarthatjuk nyilván, és nem rendelhetünk hozzá tajszámot személynévhez, tehát csak és kizag a tajszám az, ami alapján mi tudunk dolgozni, és a felhőből le tudjuk hívni a recepteket. Most a 9 hét elteltével ezek az esetszámok is azért viszonylag nagy mértékben lecsökkentek, úgyhogy talán ez most már gondot nem jelent. A sorban állást meg én úgy gondolom, hogy sajnos meg kell szokni, tehát egy órát nyilván nem kell sorbálni, mint ami akkor volt, mikor a felvásárlás van, de mint ahogy az élelmiszerboltokban, a postán, hivatalokban, itt is ezt a sorban állást el kell fogadni. Mi sajnos azt nem tudjuk megcsinálni, hogy időpontra fogadunk valakit, mint bizonyos orvosi rendelők, kormányablakok, STK, de ez egy darabig így lesz. Most mindenki a COVID hatásait figyeli. Itt a patikában mit vesznek észre ebből? Mi lesz a COVID hatása a patikai látogatásra? Hát sajnos ugye az a baj, hogy senki nem tud semmit. Tehát ha egy hiteles szakember nem fogja tudni megmondani azt, hogy mi lesz 2 vagy 3 hónap múlva, nem tudjuk mi sem, hogy ennek a vírusnak pontosan milyen hatásai vannak az emberi szervezetbe. Annyit már lehet látni, hogy igazság szerint védettséget csak az fog kapni a jelenállás szerint, aki komoly fertőzésen esett. Tehát a lágy fertőzöttek, azok nem lesznek megfelelő védettséggel ellátva. Úgyhogy így a prevenció a legfontosabb. Úgy gondolom, hogy azt a 3 szabályt, amit mindenki mond, tehát a 1,5 méter távolságot, a fokozat
folyamatos figyelmes kézmosást és a szájmaszkot, azt mindenkinek be kell tartani. Itt a Patikában ezt mi tartjuk, így dolgozunk, fogunk csináltatni egy üvegfalat, amivel elválasztjuk egymást a betegtértől, legalább ezzel is valamilyen szinten tudjuk csökkenteni azt, hogy akár mi is átadjuk másnak, mint vírushordozó, akár mi megkapjuk mástól ezeket a típusú vírusokat, de ez lehet mondjuk más vírus is, tehát nem csak a COVID, de nyilván most ez a legfontosabb. És erre szolgál az is egyébként, hogy nem fogunk beengedni kettőnél több embert a gyógyszertárban, mert ez egy zárt tér. A nyár meg az ősz szerintem erre rá fog menni erre az időszakra, és akkor utána talán azért egy fél év múlva többet fogunk tudni.